A tíz parancsolat. Dr. Erdő Péter, bíboros, prímás, esztergom budapesti érsek tanítása. Az első parancs. A keresztény katekézis tíz parancsolatról beszél, és olyan fontosnak tartja ezt az erkölcsi élet szempontjából, hogy az ókeresztény egyház ideje óta, mind a mai napig, a hitoktatásnak, vagy a keresztség előkészítésének is akár az egyik nélkülözhetetlen részének tekinti. A katolikus egyház katekizmusának a kompendiumában, a rövid összefoglalásában is szerepel természetesen, külön, nem csak szövegszerűen, de megmagyarázva is a tíz parancsolat. Na most a tíz parancsolatnak nevezzük a kivonulás könyve 20. fejezet 2-tól 17. versében foglaltakat, ám de tartalmilag szinte ugyanez megjelenik még egyszer a 2. törvénykönyvben, vagyis Mózes 5. könyvében, az 5. fejezetben a 6-tól 21. vers. Ugyancsak a keresztény katekézisben használunk egy formulát, tehát megtanuljuk a tíz parancsot, és aztán, ha utána nézünk az ószövetségi helyeknek, amelyeket említettem, azt találjuk, hogy nem úgy van ott szó szerint, mint ahogyan mi azt megszoktuk. Természetes, hiszen a keresztény hitoktatás lerövidítve, kivonatolva tartalmazza a szentírási szöveget. Ezt a szentírási részletet már a kivonulás könyvének a bőven formájában is tíz parancsnak, vagy később, ugye a talmudi kortól kezdve tíz szónak, tíz igének is nevezik. A tízes szám kétségtelenül nagyon régi, magában Mózes 5 könyvében is vannak már keresztutalások, amiből úgy tűnik, hogy mikor azt a szöveget leírták, már akkor is ezt a legtekintélyesebb isteni törvényt, vagy a népnek szóló isteni erkölcsi üzenetet tíz parancsként, vagy tíz kijelentésként fogták fel. Ez nem magától értetődő. Mert ha a szöveget vizsgáljuk, akkor a felosztás, a parancsoknak a számozása és a tartalma az a különböző hagyományokban eltér. Elsősorban eltér mindjárt az első parancs, amelyet mi keresztények úgy szoktunk röviden említeni, hogy én vagyok a te Urad Istened, Uradat Istenedet imád, és csak neki szolgálj. Na most ehelyett természetesen a eredeti bővek szövegben ott azért többféle kijelentés van, amelyet szokás volt, és szokás ma is a mérvadó zsidó hagyományban két részre osztani. Az egyik az, hogy a mindenható bemutatkozik, és a másik az, hogy ő az egyetlen, és mást nem szabad imádni, sőt, nem csak imádni nem szabad, hanem faragott képet sem szabad készíteni, sőt, festeni sem, tehát ábrázolni sem szabad, abból a célból, hogy imádjuk azt. Tehát a bánványok tilalma kifejezettebben szerepel benne. Na most, ha a szöveget megnézzük, akkor azért ez rendkívül tanulságos olyannyira, hogy Ibn Ezra azt írta a tíz parancsolat bibliai szövegéről, hogy végtelen teológiai mélységeket nyit meg. Tehát nem egyszerűen tíz életszabályról van szó, hanem valami sokkal többről. Nézzük mindjárt az elsőt. Én vagyok az Úr, a te Istened, én hoztalak ki Egyiptom földjéről, a szolgaság házából. Tehát aszerint a felosztás szerint, amit a mai zsidóság többnyire alkalmaz, ez volna az első ige. Ebben, mintha nem is éreznénk parancsot. Viszont ez az indoka az összes következőknek, hiszen arról van szó, hogy maga az Úr a népet kiválasztotta és a szabadságra vezette. Úgy ad neki parancsokat, mint szabad embereknek. Ez az igazi különbség, mondják sokan, Isten és a bálványok között, hogy a bálvány az kényszerít, Isten azonban felszólít arra, hogy válasszunk.
Tehát a parancs is az emberi szabadságot célozza meg. Na most ugyanakkor azonban a folytatást is mi keresztények hozzászoktuk kapcsolni az első parancshoz, senki mást ne tekints Istennek, csak engem, ne csinálj magadnak faragott képet vagy hasonmást arról, ami fent van az égben, vagy lent a földön, vagy a vizekben a föld alatt, ne borulj le ilyen képek előtt, és ne tiszteld őket, mert én az Úr, a te Istened, féltékeny Isten vagyok. Azoknak a vétkét, akik gyűlölnek engem, megtorlom fiaikon, unokáikon és dédunokáikon. De ezredízig irgalmasságot gyakorlok azokkal, akik szeretnek és megtartják parancsaimat. Tehát így ez az egész együtt képezi a keresztény hagyományban, a katolikus hagyományban az első parancsot, amit a katekézisben kivonatolunk. De ez a keresztény hagyomány, ez nem újabb, mint a másik. Ez is egyfajta zsidó hagyomány, mert a teljes Tóra oldal, ugye tudjuk azt, hogy a Tórát azt kézzel kell másolni, és a tíz parancs szövegét azt egy bizonyos módon kell fölírni a pergamenre. Tehát nem akárhogy következnek a sorok és a szavak, hanem ennek egy pontosan megállapított rendje van. Olyannyira feszes ez az előírás, hogy néha egy félsornyi helyet üresen kell hagyni ahhoz, hogy ez a rendszer kijöjjön. Na most ebben az ősi hagyományos Tóra másolási rendben mindez az egész a 2-től 6. verse a kivonulás könyve 20. fejezetének, ez egy bekezdést, egy vizuális egységet alkot. Magyarán azok a keresztények, akik a tíz parancs első parancsaként ezt említették, azok ezt tartották a szemük előtt. Na ezt csak azért mondom, mert a hagyomány az a mi oldalunkon sem új, és nagyon fontos dolog az idősebb testvérnek az arcát szemlélni, de néha a fiatalabb testvér arcán is látszik valami a nagypapának a vonásaiból. Tehát érdemes a saját ilyenfajta akár katekétikai beosztásunknak a gyökereit is egy kicsit megfigyelni. Most, mi ennek a parancsnak a tanítása? Hát most már az egész első parancsot tekintjük, és azt kell mondanunk, hogy keresztény értelemben akkor a kizárólagosság. Tehát az az Isten, aki minket megszabadított, személy szerint szólít meg minket a parancsaival, de mint egy közösség tagjait. Ki ez a közösség? Eredendően a választott nép. Krisztus műve nyomán mindazok, akik elfogadják Krisztust megváltójuknak, tehát az egyháznak, a keresztényeknek a közössége, sőt, lehetőség formájában nyilván az egész emberiség, hiszen Isten végül is Krisztus által, Krisztusban és az egyház szolgálata által minden népet meghív az üdvösségre. De ez nem egy automatizmus. Ez egy meghívás, és mi vagyunk a meghívónak a postásai. Tehát ezt tovább kell adni. Most szokták erre azt mondani, hogy igen, a tíz parancsolatban található az az erkölcsi ideál, ami a természetes ész világánál felismerhető, ami a legtöbb nép hagyományában valamilyen szinten megjelenik. Tehát úgy is lehet mondani, hogy a természetes erkölcsi törvény foglalta. Van ebben igazság, de ilyen teljes és ilyen pontos formában azért máshogy mégsem található meg mindez. Magyarán a kinyilatkoztató Isten az ember természetes képességeit megszólítja, hogy így mondjam, a teremtés révén a világ által is szól az emberhez. De a történelemnek egy pontján különlegesen is kommunikálni akar az emberiséggel, kinyilatkoztatja magát. No, ennek a tíz parancsolat szövegnek ilyen kiemelt súlya van. Más kérdés, hogy akár a kivonulás könyvét, akár a második törvénykönyvet tartalmazó kéziratokban,
mikortól szerepelnek pont ebben a két formában ezek a parancsok. És hát bizony ez a megszilárdulása a szövegnek, ez is kívánt egyfajta időt. Általában azt mondják a szentírás magyarázók, hogy itt az indoklás, amit az imént hallottunk, hogy miért kell mindezt megtartani, és miért nem szabad a bálványokat imádni, meg ábrázolni abból a célból, hogy utána tiszteljük őket, hogy ez az előírás is az indoklás részében, mintha újabb magyarázat lenne. Tehát a fenyegetések és a jutalmak kilátásban helyezése lehet, hogy ebben a konkrét szövegben egy kicsit későbbi, mint maga a rendelkezés. De ebből is az látszik, hogy hihetetlen ősi rendelkezésekről van szó, ami a választott népnek a tudatában sokan ma is a tudományos magyarázók közül lepedik ki, hogy hát bizony mondjuk így tágértelemben a szót, hogy Mózes korától élhetett. Tehát nagyon tekintélyes szövegről van szó. Igaz, hogy még a Krisztus előtti második századból is találtak olyan papíruszt, ahol ott a 10 parancsolat, hasonlóan, mint a ma elfogadott Bibliákban, de például az 5. és 6. amit ők nem így számoznak, tehát a házasságtörés tilalmának és a gyilkosság tilalmának a sorrendje fordítva van, mint az általunk ma közismert szövegben. Tehát volt egy ősformája a 10 parancsolat szövegének, amelynek két változatát hordozza maga a Tóra is. De visszatérve az első parancsra. Ugye az első parancsot ebben a bővebb formájában, a keresztény hagyomány szerinti formájában azért maguk a keresztények is úgy értelmezték, hogy Krisztus felszabadított minket a törvény igája alól, rengeteg előírást, liturgikus és a civil életre vonatkozó előírást találunk mi az Ószövetségben és a zsidó hagyományban, de ezeknek a megtartása alól mintegy a követőit, a messiás felszabadítja. De nem, az egyszerű, a természetes, legfontosabb törvény ahol, amin az első keresztényektől kezdve legalábbis a 10 parancsolatot, és esetleg még néhány alapvető rendelkezést értettek. Tehát ebben a tekintetben mindig is az volt a keresztény közösség meggyőződése, hogy ez ránk épp úgy érvényes, és hogy ebben a tekintetben Jézus Krisztus nem megszüntetni, hanem beteljesíteni jött a törvényt. Na most, a Isten imádásának a kizárólagossága és a szabadító Istennek a képe. Ez nyitja az egész sort. Isten velünk személyes viszonyban van, ő tesz bennünket képessé a szabadságra, az erkölcsi cselekvésre, arra, hogy döntsünk és válasszunk. Ez manapság egy egészen különleges aktualitást nyer. Mint hogyha az emberi nemre irigykedő lélek szeretné az embert visszanyomni egy olyan lénynek a szintjére, amelyik az Isten képiséggel, vagyis az öntudattal és a szabadsággal nem rendelkezik. Tehát parancsok helyett az embereket vagy az emberiséget szeretné hang- és fényeffektusokkal, mindenféle olyan manipulatív technikákkal irányítani, amelyek már a tudatot, a tudatos gondolkodást és a szabadságot megkerülik. Tehát nem használja az ember a képességeit, ha gondolkodás nélkül reflektál bizonyos erőteljes külső hatásokra. Tehát nem baj, hogy ilyenekre reflektál, hát az egész állatvilág ezt csinálja, a növényvilág is külső hatásokra bizonyos mechanizmusok révén reagál. De ha az ember csak ezt teszi, akkor nem éri el azt a legmagasabb szintet, amire a Teremtő meghívta. Tehát a legszebb ajándékkal, az Isten képviséggel, akkor nem tud élni. Itt viszont Isten parancsot ad nekünk, megszólít bennünket egy személyes kapcsolat alapján, állít elénk követelményeket. Na most imádni őt. Isten imádni az azt jelenti, hogy nem csak legfőbb úrnak elismerni, hanem megadni neki azt a tiszteletet, ami neki jár.
Jézus azt mondta, amikor megmutatták neki az adópénzt, és megkérdezték, hogy szabad-e a császárnak befizetni, hogy adjátok meg a császárnak, ami a császáré, de Istennek, ami az Istené. Hát mi az Istené? Minden az övé. Az egész világ mindenség. Egyáltalán a tulajdon, mint fogalom, nagyon emberi kategória, és gyönge fogalom annak kifejezésére, hogy mennyire föltétlen ura a világ mindenségnek a Teremtő Isten. Tehát mi magunk is, mint értelmes és szabad lények, nem csak időnként egy áldozattal, vagy egy szabály megtartásával tartozunk neki, hanem mindennel. Magyarul ebben az első parancsban ott rejlik a fő parancs, hogy szeresd uradat Istenedet teljes szívedből, teljes lelkedből és minden erődből. Ahol megint a fordítások sokfélek lehetnek, valamelyik magyar fordítást irodalmilag úgy gondolta, hogy szebb azt mondani, hogy szíved lelked mélyéből vagy legmélyéből. Hát az egy szép fordulat, csak az a helyzet, hogy az érzésnek az intenzitására teszi a hangsúlyt. Tehát lelked mélyéből szeretni, nagyon intenzíven szeretni. A szentírási szöveg nem. Az a totalitásra, a teljességre teszi a hangsúlyt. Tehát ez az a magatartás, ami az ember részéről Istennek jár. De benne rejlik ebben természetesen az is, hogy egy az Isten, és senki másnak nem adózhatunk ezzel a odaadással. Most ez nagyon fontos megint, mert bálványokra és pótistenekre, vagy Isten pótlékokra minden korban van valamilyen igény. Ma is van, bőségesen van, nem csak a babonák szintjén, hanem annál rosszabb és alapvető szinten, tehát az ember saját magát akarja az Isten helyébe tenni. Azt mondja, hogy majd én határozom meg egy, azt, hogy mi az ember. Tehát minthogyha az ember mi volt, az ember mint lény, szabad prédája lenne az emberi kísérletezésnek és annak, hogy mi mit szeretnénk, mint embert alkotni. Holott, hát a Szentírásból is tudjuk, de erről beszél az egész ismert világ, alkossunk embert, a mi képünkre és hasonlatosságunkra. Nem az ember alkotta meg önmagát, ez egy igencsak túlzott ambíció lenne. És ennek megfelelően a világot is, a valóság az, hogy egyes részeit tudjuk befolyásolni. Nyilván, mert a világban minden összefügg, és a cselekvésünkkel hatásokat tudunk kiváltani. De átalakítani a világot nem tudjuk. Pusztítani a természetből ezt-azt tudunk. De amikor pusztítjuk, akkor is a természet erői működnek. Más kérdés, hogy az ember számára majd az kedvezőtlen lesz. De ettől még a természet erői működnek. Szóval önmagunkat, mint embert, mint emberiséget a helyén kell kezelni. Tiszteletbe kell tartani a teremtett világot a teremtő iránti imádás miatt. Tehát másképp nézünk a teremtett világra is, ha elismerjük és imádjuk a Teremtő Istent. Na most van aztán ennek az első parancsnak természetesen sok részlet következménye. Most egyről beszélhetünk, itt hallottuk az ábrázolási tilalmat. Mit jelent ez? Hát erről maguk a zsidók is a történelem folyamán különböző gondolatokat fogalmaztak meg. Ugye tudjuk azt, hogy nagyjából a Isten ábrázolás is tilalom alá esett, és direkt és indirekt nyomai vannak például a Bibliában azért annak, hogy hát például aranybika vagy aranybóri formájában, az egy Istent, Izrael Istenét akarták ábrázolni, de ezt bűnnek minősítették. Aztán vannak ilyen házi szentélyekről is, vagy különböző szentélyekről emlékek, ahol esetleg szintén ábrázolták valamilyen formában, na mindenhatott. És akkor most még a többi istenségekről, vagy a bárványokról nem beszéltünk. Na most, mi a helyzet a templomok díszítésével? Maradtak fel olyan régi-régi zsinagógák, ahol azért valamilyen ábrázolásokat is lehet találni. Tehát nyilván nem egyforma szigorúsággal kezelték ezt. A mai zsinagógai művészetben inkább ornamensek vannak, inkább olyan díszítő elemek, amelyek konkrét embert, állatot nem ábrázolnak, de esetleg növényi
díszítés az felbukkan. Ezt az ábrázolási tilalmat, ezt a szigorú fajtáját vette át, és még tovább szigorította az iszlám. A kereszténységben különböző irányzatok voltak. Ugye az elvirai zsinat valószínűleg egy igen korai kánonjában, mondjuk 306 körül, de bizonyos részek lehet, hogy későbbre datálódnak, most az azt mondja, hogy a templomban ne legyenek képek. Ugyanakkor hát vannak olyan emlékeink, archeológiai emlékeink, amelyek azt mutatják, hogy keresztény kultuszhelyeken azért voltak olyan ábrázolások, amelyek növényeket, sőt állatokat, sőt emberalakot is megjelenítettek. Tehát a kereszténységnek a katolikus hagyományában a képi ábrázolás abban az értelemben vált legitimé, hogy azt mondtuk, hogy nem szabad mást ábrázolni, sem embert, sem állatot abból a célból, hogy azt imádjuk, hiszen a szöveg összefüggése ezt üzeni. Nem pedig azt, hogy mondjuk Istent nem szabad valamilyen módon ábrázolni, főleg mióta Jézus Krisztus megtestesült, és itt járt közöttünk, tehát legalább őt mindenképpen ábrázolták. És rajta keresztül egyfajta imádatot is tudtak az Istennek kinyilvánítani, még a művészet eszközeiben is. Ugye egy későbbi vita volt, és tulajdonképpen már majdnem az iszlámnak a visszahatása, a képromboló mozgalom, ami a bizánci birodalomban egy ideig érvényre jutott, hogy aztán annál nagyobb erővel egyetemes zsinati szinten is kimondják a képtiszteletnek a létjogosultságát azzal, hogy a szentek képeit is, tehát nem csak Krisztus képét, de a szentek képeit is egyfajta tisztelet illeti, azért a dicsőségét, azért az isteni dicsőségét, amely az ő életükben és az ő személyükben megnyilvánul. Tehát végül is a dicsőség Istené, de a szent emberek is sugároznak ebből valamit, és természetesen nem a képnek, nem a tárgynak szól, a szent embereknek pedig nem az imádat, hanem csak az a sajátos tisztelet, amely az irányban kijár, mert ők is felmutatták az Isten dicsőségéből azt a részt, amit az ő sorsuk a gondviselés rendelkezése folytán lehetővé tett. Na most ebben az értelemben tehát a katolikus hagyománya emberábrázolást is lehetővé teszi a templomokban. Ezzel azt hiszem, hogy az első parancsnak ezt a vonatkozását elég szilárdan átértettük, viszont az alapvető dolgot, az imádásnak a lényegét, az imádásnak az emberi magatartását, azt újra és újra tudatosítani kell magunkban, mert sokszor előfordul, hogy valami más viszi az életünkben a főszerepet. Nem véletlen egyébként a magyarban ez szép, hogy az imádság és az imádás az hasonlóan hangzik. Tehát ha beszélünk az Istennel, ha elmondjuk neki azt, hogy elismerjük őt a mindenség urának, és hogy teljes szívünkből akarjuk őt szeretni, akkor ezzel is az első parancsot teljesítjük.